A karcagi Szent Anna és Sámuel gimnázium szakközépiskola és kollégium közössége minden év októberében megemlékezik névadójáról. Az ünnepség a himnusz eléneklésével vette kezdetét, majd egy szép verset hallhattak az iskola tanulói, tanárai és a vendégek. Felkérem Szabó István tanár ura ünnepi beszédének megtartására. Amíg én kezdtem, végig az maradtam. Ahogyan kezdtem, mindvégig azt csinálom. Pilinszky János szavaival üdvözlöm kedves vendégeinket, az emlékező egybegyűlteket a mai eseményen, amely Szent Annai Sámuel emlékét hivatott megőrizni, és a diákjaink a fiatalság figyelmét ráirányítani igazgatói munkásságára, életpályájára, örökségének ápolására. Iskolánk immár 21 éve viseli nevét annak a kutatói egyéniségnek, akit méltatlanul és igazságtalanul próbált felettetni Magyarországon a kommunista társadalom. Írásait sokat idézték itthon és külföldön egyaránt. Több korszakokon átívelő gondolata beigazolódott és fog is a későbbiekben. Sokoldalú volt mindenre kiterjedő figyelemmel és szakértelemmel. A módszer pedig, amit a föld javításáért tett, napjainkig kihat a termés átlagokra. Szent Annai Sámuel 1876. augusztus 11-én született az egykoron Udvarhely vármegyéhez tartozó Székely-Szentmiklóson. A gazdálkodó család fiúgyermekeként vállalnia kellett a családi örökséget. A kemény, földműves munkát annak gyötrelmeivel, varázsával, szépségével. Minden nehézség ellenére a föld szeretete élete végéig megmaradt. Egy olyan székely világból érkezett tehát, ahol gyermekkorában még Benedek Elek nyelvén beszéltek, szigorú törvények és erkölcsök alapján működő közösségből, a rend és a hagyományok világából. A gimnáziumot Kolozsváron végezte, majd Kolozsmonostoron a gazdasági tanintézetben 1896-ban kapott oklevele. A Torontál megyei Nagyszent Miklóson töltötte gyakornoki éveit, kitűnően vizsgázott és tanári oklevelet kapott. Tanított Csákováron, Losoncon, Székelyudvarhelyen és Kiskunfélegyházán is. De nem csak pedagógusként szerzett tapasztalatokat élete során. Az erdélyi unitárius egyház gazdasági tanácsosaként az ő javaslatára indítottak eljárást jószág igazgatók ellen, sikkasztás, illetve hűtlenkezelés gyanújával. Az 1910-ben alapított Székely Keresztül című társadalmi és közigazgatási hetilap munkatársai közé tartozott. Itt írói tehetségét kamatoztatta. 1912-ben nevezték ki a karcagi Magyar Királyi Föld Míves Iskola igazgatójának. Akkor még ő sem sejtette, milyen körülmények közé érkezik. Kevés tanuló, még kevesebb jelentkező. A képzési idő csökkentése, elszikesedett földek, bizalmatlan városvezetés és gazdatársadalom. A világ megváltása jobbítás szándékával érkező Szent Annai dacos akarattal látott neki a városi iskola átszervezéséhez. Az 1913-tól kezdődő nehéz gazdasági évek, az iskola vezetéssel járó gondok a leromlott földek nagy feladat elé állították. Meg kellett győznie a gazdákat a képzés fontosságáról. A tét óriási volt, hiszen még az iskolának adott földet is visszakövetelték a városnak. Iskolamentő intézkedéseivel, jobb és újabb módszerek alkalmazásával az oktatásban és a gazdálkodás terén elérte, hogy az iskola nem csak a régióban, hanem országosan is elismerté váljon. Szent Annai Sámuel figyelme 1919-ben a sziktalaj javításának lehetősége felé fordult. Az iskola gazdaságában cukorgyári mésziszappal és mészkőpóral kísérletezett. A látványos eredmények, a szakszerű dokumentáció arra ösztönözte a földművelési tárcát, hogy a módszert fogadja el és állami támogatással biztosítsa az alkalmazását. A Nemzetközi Talajtani Társaság tudósai is nagy elismeréssel nyilatkoztak róla. A szikjavítás területén elért eredmények mellett széleskörű fejlesztő kutatómunkát folytatott, melyben a kor jeles tudósai is támogatták. Gépesítés terén korát megelőzve felismerte a korszerű technika előnyeit az altalajlazítás alkalmazásában. Egy 1925-ben végzett diák így nyilatkozott. Szent Annai igazgató a talajművelés és a gépek megszállottja volt. Nagyon büszkén mutatta be az iskola gépeit a látogatóknak, és mindig a legjobbakat vásárolta.
Névadónk kidolgozta az úgynevezett ötös vetésforgot, szálas takarmány, őszibúza, cukorrépa, tavaszi árpa, lucerna. A vetésforgó olyan a gazdának, mint a zongoristának a kotta. A legkitűnőbb művészek is majdnem mindig kottából játszanak. Csak az olyan kilimpelőknek nem kell kotta, akik azt nem ismerik, és így annak értékét nem becsülik. Ilyen hasonlattal érzékeltette a vetésforgó jelentőségét. A tangazdaságban csemegeszőlőt, gyümölcsfákat és díszfákat ültettek. Fai iskolát és csemeteiskolát létesített, hogy telepítésre alkalmas növényeket állítson elő. Nagy hozzáértéssel alakította és fejlesztette ki a tangazdaság tehenészetét, amely az iskola legnagyobb jövedelmét adta. Környezettudatosan több kutat is furatott, amelyek ivóvizet és öntözővizet szolgáltattak. A víz szivattyúzásához szükséges energiát szélkerekek is segítették, a nagyobbik szélkerék az intézmény címerében ma is látható. Nyugdíjba vonulása után kutató tanácsadó munkáját tovább folytatta. 1956. január 22-én hunyt el Karcagon. Sírját kopjafa jelzi az iskola melletti temetőben. Visszatért őseihez Szent Miklósra, reánk hagyva egy csodálatos világképet, megértésre, ápolásra. Azt a világképet, amelyet Szent Anné Sámuel oly nagy lendülettel, tisztasággal magával hozott, amelyet itt a szikes Alföldön is dédelgetett, az erdélyi tájak, az erdélyi emberek világát, a kisebbségbe szorult létezők szülőföld szeretetét, emberségét. Kedves vendégeik, diákok, intézményünk, iskolátok életében néhai igazgatók munkássága alapvető fontosságú. Emberi tulajdonságai és a felsorolt eredményei tükrében elmondható, hogy Szent Anné Sámuel meghatározó egyénisége volt a 20. század első felének nagykunság agrároktatásában. Azon belül is a talajtan, géptan, a növénytermesztés és állattenyésztés oktatásában és az utánpótlás nevelésében. Közel 30 éven át százak tanultak az általa szervezett tanfolyamokon. Karcagi és Karcag környéki gazdákat nevelt vagy indított el a gazdászpályán. Tanítványainak eredményeiben, a leszármazottjaik életében híven visszatükröződik az az útravaló, melyet tőle kaptak. A föld szeretete, megbecsülése, tudással, munkával és erős akarattal. Farkas Árpád költő is Székely Szent Miklós neves szülöttje. Avaron című verséből idézve, hajtsunk fejet Szent Annai Sámuel emlékére. Orra bukva az avaron, és menni tovább mégis, ébreszteni a nagyra nőtt, de alvó jegenyét is. Nem hagyni, hogy a fenyvesek zöld tükkel beférceljék mindazt, mi mítosztalan már, de lelki ismeret még. Orra bukva az avaron, a veszélyt megkeresni, derékig csonterdőben is csak menni, egyre menni. Mindkire országló erőt egy ilyen földet szabtak, hogy óvja lélegzetként e keserves hatalmat. Sámuel alapítvány által kiírt pályázatra beérkezett dolgozatokat is ezen ünnepség keretében értékelik. Talmácsné Rózsa Hajnalka tanárnő, a kuratórium tagja ismertette az eredményt. A 2013-2014-es tanévben benyújtott 6 pályamunka tartalmát tekintve szakmai és művészi területeket érintenek. A dolgozói kategóriában írott mű jeligéje Arts. Idézem Varga Zoltánné tanárnő szavait. Az arc jeligével érkezett pályamunka már kivitelében is igényes. Hangulati bevezetés segíti a ráhangolódást. Kiemeli a gyakorlati munkában a motivációra épített esztétikai, művészeti élmény fontosságát. A pályázat fő része 14 ötlet részletes bemutatása. Minden ötlethez képek társulnak, növelve a pályázat esztétikai értékét. Nemzetközi forrásokat használ, olyan kreatív ötleteket ad, melyek kezdő és gyakorló pedagógusok számára egyaránt hasznosak. Összegzésként elmondható, hogy az elképzelés, kutatás, megvalósítás, kivitelezés igényességét találhatjuk meg ebben a munkában. Belelapozni élvezetes, elolvasni tanulságos, megvalósítani pedig öröm. Ősiné Szokó Márta tanárnő is hasonlóképp vélekedett.
Nagyon jó, hogy a sok-sok különböző helyen fellelt ötletet egy egészé gyúrta össze a pályázó. Tetszett, hogy személyes élményeket is említett a szerző. Összességében ajánlani tudom minden olyan pedagógusnak, aki szeretné a diákjait beszéltetni, fejleszteni véleményalkotó készségüket és színesíteni szeretné az óráit. Az alapítvány kuratóriumának 2013. október 2-i döntése alapján a pályázat dolgozói kategóriában első helyezést ért el. Szerzője dr. Kenyeresné Z. Ágnes művésztanár. Szívből gratulálunk, további munkájához sok sikert, jó egészséget kívánunk. Kérlek. Az alapítványunk elsődleges feladata a tehetséges diákjaink támogatása. Az elmúlt tanévben több versenyen való részvételt támogattunk, például Csapó Dániel emlékverseny, Küri környezetvédelmi emlékverseny, Itaibel Pál és Árokszállási Zoltán biológia verseny. Az ünnepség végén Karcagváros önkormányzata, az iskola vezetése, diák önkormányzata és a Debreceni Egyetem Karcagi Kutatóintézetének nevében koszorút helyeztek el Szent Annai Sámuel szobránál.